előadással szerettük volna felhívni a figyelmét a jelenlévőknek arra, hogy ezek a magas intenzitású és crossfit jellegű edzés módszerek, edzéstípusok, ezek nagyon komoly terhelést jelentenek a szervezet számára minden oldalról, és sokszor az emberek nem is tudnak ezzel szembesülni, hiszen nincsenek objektív mérhető adataik az ilyen órákon, és ugye a demonstrátorokon lévő pulzusmérő órákkal mutattuk be azt, hogy a különböző egyszerű gyakorlatokkal is milyen magas pulzusszámot tudunk elérni, és reméljük, hogy az itt lévő hallgatók, edzők ezt figyelembe veszik el, ha elgondolkodnak ezen, és az edzéseiknek az összeállításában figyelembe fogják venni, hogy ezek az edzéstípusok azért veszélyforrásokat is tartogatnak számukra. A konferencia, azt mondom, hogy nagyon jó, hogy működik, és rendszeresen is kell ilyen szakmai összeveteket hozni. Egyrészt azért, mert a dolgozó edzők, az gyakorlatban dolgozó edzők igénylik a szakmát irányítóktól, hogy megfelelő információkhoz jussanak és megfelelő tudásanyaghoz. És azt mondom, hogy ezáltal, hogy ezek a képzések lemennek, és ők beszélgetnek, előadások vannak, így a szakma is közeledik egymáshoz, egy irányba gondolkodnak az emberek, és egyre többet fogunk tudni nyújtani a vendégeknek. Gáspár Laci kollégámmal a High Intensity Interval Tréningek, illetve a CrossFit jellegű edzésmódszerekről tartottunk egy előadást. Ezeket is az állóképesség vonatkozásában néztük, ő hozta a sportági ismeretet, én pedig az állóképességre vonatkozó know-how-t. Azért tartottuk ezt fontosnak, mert a tapasztalat az, hogy az állóképességi jellegű sportágokban az erőfejlesztés, az erőállóképesség sportágokban az erőfejlesztés sokkal dominánsabb, és az edzők többnyire ennek a képességnek a fejlesztésével foglalkoznak, és az állóképességi faktorok, illetve a pulzuskontroll az elenyésztő. Próbáltuk fölhívni a konferencián résztvevők figyelmét ennek fontosságára. Én csak remélem, hogy nem csak sokkolni sikerült őket, hanem ez tényleg átment, hogy ennek mekkora jelentősége és fontossága. A mai napon a második előadásom az a proprioceptív tréningről szól, amely tulajdonképpen a koordináció mint kondicionális képességnek a témakörébe tartozik. Egy részterülete, de elengedhetetlenül fontos, és szerettük volna szakmilag megmutatni azt, hogy nem csak gyakorlatokat halmozunk egymás után és egyensúlyi gyakorlatokat végzünk, hanem hogy ennek megmutassuk az anatómiai élettani hátterét, miért fontos, hogyan fejleszthető, illetve milyen jelentősége van elsősorban a versenysportban. Az előadásom témája az elsősorban a vertikális ugrásfejlesztés volt, és a több irányú agilitás fejlesztés. Ez a kettő az nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a láb robbanékonysága, illetve a testnek a mobilitása, a funkcionális ereje az mindkettőnél domináns. Én úgy gondolom, hogy az a szisztéma, amit mi megpróbáltunk átadni, én úgy érzem, hogy az egy jól működő rendszer. Elsősorban erre van szüksége a magyar edzőknek, hogy ne csak gyakorlatokban, hanem valamilyen rendszerben tudjanak gondolkodni. De úgy gondolom, hogy a konferencia elsődleges célja az a kapcsolatteremtés, hogy az edzők jobban megismerjék egymást, szemléletet tudjanak váltani egymással, átbeszéljék az őket érintő problémákat, illetve együtt megismerjék azt, hogy hogyan tud ez a sport, illetve ez a szakma továbbfejlődni, illetve megismerjék a külföldi trendeket. Az előadás ugye a korrekciós hozzáállásról a fitness és az élsport szemléletében, ennek a helyéről, hiszen egy tendencia, trend változás alatt vagyunk, és ennek a két részéről, a globális diszfunkciókról, illetve a lokális vagy központi diszfunkciókról, és ezeknek a kettőnek az integritásáról szólt. Viszonylag kevés volt az elmúlt években Magyarországon ilyen jellegű szakmai rendezvény. Most elindult nem olyan rég egy ilyen tendencia, és úgy látom, hogy egyre nagyobb az igény rá. Az előadásom témája a sérülés megelőzés, kezelés a csapatsportban. Kosárlabda speciális, de a többi sportokban is fogunk beszélgetni. Nagyon fontos megmutatni új módszerek, az elsősorban milyen lehetőségek vannak a profi sportban, és mennyire szükséges tudunk használni ilyenkor a fizikális felkészülés, megelőzés szempontból, hogy tudunk csökkenni a sérülés számok, és hogy tudjunk segíteni a profi sportolónak gyorsan és hatékonyan visszamenni a pályára. Előadásomnak témája a korrektív sportrehabilitáció, melynek jelentőségére én magam is az elmúlt 2-3 hónapban jöttem rá,
hogy mennyire fontos a magyar sportban. Jelenleg a magyar női vízilabda válogatottnak vagyok az erőléti edzője, illetve a magyar női jégkorong válogatott sportfizioterapeutája. Az elmúlt egy hónapom azzal telt, hogy mindkét válogatottat a CESZ módszerével, tesztrendszerével leteszteltem, és az ott kapott anyagot fogom most bemutatni az itt lévő edzők számára, ahol személyedzők, aerobik oktatók, illetve erőléti edzők is részt vesznek. Magyarországon úgy látom, ez az első ilyen kezdeményezés, és én nagyon jónak tartom, az elmúlt 4 évben nagyon vártam, hogy egy ilyen nagy rendezvényen, ami több ezer embert mozgat meg, igenis legyen helye, remélem ennél sokkal nagyobb helye, szobája következő alkalommal a személyedzők, illetve az erőléti edzők vagy gyógytornászok továbbképzésének, tájékoztatásának, a legújabb kutatásokról, eredményekről, teszteredményekről, illetve továbbtanulásoknak lehetőségeiről.